Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon. Itt lök az autóban, nem mással, mint a Lucas-szel. Ugyanis képzeld el, a Davis megbetegedett. Ugye tegnap is már kicsit beteg volt, folyt az orra egész éjszaka, most is foly. Egy nagyon picit lázas, inkább hőemelkedése van, 7-3. Úgyhogy otthon maradt a feleségemmel. Jelenleg mi itt állunk a házunktól, a lakásunktól, ide kiálltunk, és nem más fogunk csinálni, mint mi csinálunk. Porszívózunk! Kiporszívózunk az autót, utána elmegyünk, lemossuk. Utána elmegyünk a boltba. És egy másik boltba. És utána hazajövünk. Úgyhogy osztom olyan kis porszívót. Ugye itt az a baj ebben a lakásban, amit nem szeretek, ugye itt nem parkolóban, nem tudod bedugni a porszívót, nem tudsz porszívózni. Úgyhogy vagy elmész és fizetsz valahol, vagy hozz egy ilyen kis porszívót, ami van nekünk, mindjárt mutatom, és kiporszívózzuk. Úgyhogy, te fogod, nem más, mint a ruhát, és leporolsz mindent. Itt benne az autóban megint kiporszívózom, amit az elejétnek a hátulját, megmutatom a porszívót. De rendesen nekem. Aj te. Betettem a hátuljában, várjál. Látod? Ez a kicsi kis porszívó. Van ilyen szőrös valami az elején. És remélem, hogy szívni is fog valamit. Na, jön a takarító? Ja. Ja, mindenhol a porod le, én meg ezt sokszor, itt. Sokszor, hogy ez nagyon piszkos itt. Láttad mi? Ja. Akkor ilyenkor azt csinálod, hogy előveszed azt a ruhát, nézd, ugyanis itt tartom benne a porolomat, és letörlöd. Ah, én meg itt kitakarítom, látod, nincsen még benne szőnyeg, ugyanis még nem vettem bele hátulra. Amikor megvettük ugye az autót, volt bent ott lábnál, nekem van benne, és azt hittem, hogy van mindenhol az autó, ezért nem is kértem. Hazajöttem, és akkor látom, hogy itt hátul nincs. Úgyhogy mind megy szervizre, nem sokára, ugyanis most már 1700 km van az autóba. 3000-nél megy az első szervizre, akkor ott veszek bele ilyen rendes, fordos, ilyen minek hívják ezt? Ezt a lábtörlő, nem lábtörlő. Na minek? Van olyat, tudjátok, mit mondok. Úgyhogy én most nekiállok, porszívózok, aztán megyünk tovább. Na, mindig porszívózunk. Mondunk hello. Hello. Hát mindig nagyon piszkos. Hát nem piszkos, de... Te dobi. Mit kell fogni? A kamera, jobban kell fogni. De ne takard le a mikrofon, te! Nem azt akarsz. Nem akarom csinálni azt. Nem. Te hát, törölgettél minden? Hát nem minden, de mi tudtam, igen. Akkor jól. Mindig itt ül a Davis. Porszívó, innyi a lemezbe a porszívó. Látod, ilyen szép tiszta. De itt nem lehet semmit látni. Mit tudom! Az a pont! Én csak filmozok te mostan. Engem? Ja, egy másik 10 percnek. Ne filmelj 10 perceknek. Ezt csinálom mostan. Készen vagyunk! Lucas letörölt mindent, ugye? Remélem, mindent letöröltél. Amúgy megizzadtunk. Itt az autóban meleg van. Amúgy nincs az a nagy meleg ma, de itt az autóban alapon meleg van. A porszívó lemerült, úgyhogy nem tudtam nagyon befejezni az egész autót, de alig akar szívni valamit. Jaj, te. Na mindegy. Ha nem is mostanában, mert ugye nem költözünk el, amint elköltöztünk egy házba, és lesz ilyen dugaszos áram, ahol be tudom dugni a porszívót, kiporszívózom. És meg is érkeztünk az automosóval. Nézd, valaki porszívózik ott szembe, látod, Lucas? Lehet, hogy át kéne mennünk megnézni, hogy milyen erő van a porszívóban. Én azt hiszem, hogy utoljára, amikor porszívóztam az autót, nem nagy erő volt benne, legalábbis úgy emlékszek. Ez lehet, hogy rossz volt a porszívó. Mindegy, én kiugrok gyorsan, meg most nem töröljük le, és nem hoztunk ruhát. Vársz itt bent. Rendben, akkor átadom neked a kamerát, addig szórakoztasd a nézőket, rendben. Hogyha nem, akkor mindjárt jövök vissza. Hát az hangos. Én igaziból nem tudok mit tartsom egy percnek, de én csinálok valamit. Na, csak várjuk és nézzük. Játunk egy játékot. Mi látó? Mert ha megy a vízbe, te tudsz látni sok, hol nincs víz, és úgy tudsz látni olyan dinoszorzok, labdák, és mit te akarod? Vagy mit te látó? És mostan találjuk, mit tudunk találni. Egy Tamás talált? Pisztoly! Az igazából néz ki, mint egy nagy pisztoly. Megmostam! Te, Andi, mit csináltál? Szórakoztattad a nézőket, vagy... Ja! Ja? Rendben. Én szórakoztak én is.
Te is szórakoztál? Rendben. Akkor reméljük, hogy mindenki jól szórakozott. Én is jól szórakoztam. Az összes vizet a fejembe fújta a szél. Legalább nem az összes, de sokat. Mindig csinálj rossz. Ja, tudom, mert fúj a szél. Na minden, innen mikor nem kimegyünk. Fúj a szél. Mikor nem fúj a szél, akkor is egy picit néha. Hmm. Na várj, de vissza kéne fordulni. Úgyhogy nem más csinálom, mint megyünk a bevásárlóba. Kell venni kenyeret, azt mondta a feleségem. Meg elmegyünk mi a Lukasszel valamit nézni, gondolom. Nem tudom, kéne tankolni, nézd itt ez a benzinkút. Látod, ide szoktam általában járni, hogyha erre jövök, hogyha nem, akkor máshova. És van még félig, látod, félig van a benzine. Úgyhogy jól vagyunk. Ami nem több van, mint 20 fok van. Lukasz, 20 fok van. Na mindegy. Hova állunk? Hova állunk? De befordulunk, oda túloldalra kellett volna nézt. Ajajajajaj, nem tudunk átmenni, és sok az autó, de talán itt át tudjuk. Nézd, itt át tudunk menni, látod? És oda beállunk szembe. Megálltunk, oda néz, látod, hogy van ott? Ott egy zöld jut, egy Ford. Olyan, mint a miénk, csak egy kicsit régebbi, egy pár évvel régebbi, és nincs hátulülés. Így néz neki fekete kerékkel, zöld színbe. A fekete kereket még nem tudom, még mindig nem döntöttem el végleg, hogy legyen rajt fekete kerék, hogy az autó majd nem azon gondolkodtunk, mikor megvettük. Lukasz, mit szólsz hozzá? Legyen rajt fekete kerék, vagy ne? Vagy megtartjuk. Ugye mondtam, hogy úgy néz ki, hogy valószínűleg megtartjuk, de aztán múltkor látom, hogy jön ezt az autót fekete kerékkel, igaz, hogy csak fényképeken, és nem tudom, nekem megtetszett, de... Na, ne, majd eldöntjük. Még a tetej sem fekete lettem, nem úgy elmaradt. Na, most hova vész? Itt hagysz? Na, menjünk. Befutunk, aztán folytatjuk tovább. Na, menjünk. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, a Davis nem más rend az által játszik. Na, mi a helyzet? Ha? Milyen az orrod? Folyik még nagyon? Mit? Mit játszol? Nem játszol, az egy videó. Ja, az egy videó. Aztán nem más hoztunk, mint reggelit. Legalábbis reggel a McDonald's és a Davisnek hoztunk ilyen sült krumplit, ugyanis rettentően szeretik, van, nem nagyon sok mindent akart tenni, úgyhogy gondoltuk, hogy hozunk neki. Ilyet! Látod, csak nem mutatjuk meg neki, mert ezt meglenni ezt a csirkés nuggetet, ugyanis meglátja, nem akarom mondani, hogy mit, ezt, akkor semmi más nem akar lenni, csak azt. Úgyhogy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk vele, hát ha a sült krumplit legalább meg ez. Biztos, hogy fáj neki a torka azért, amúgy hoztam nem más, mint mutatom, mint strepsilszet. Sepsilszet, ugye? Úgy mondják, hogy sepsilsz. Ilyet. Nem magának, feleségemnek, mert kapor a torka, képzel el, azt mondta. Még a végén meg mindenki beteg lesz a család. Ugye ilyenkor általában mindenkin átmegy. Ez ilyen új fajta. Nem tudom, hogy segít-e vagy nem. Reméljük. Nek hoztunk kenyeret. Magunk más sem érdekes dolgot. Aztán mi más nem más csinálunk, mint a Lukasz, hogy megesszük a reggelinket. Én szeretem ezt a megváltozós reggelit, nem tudom, hogy milyen. Régen nem szerettem, egyáltalán nem szerettem, most nagyon szeretem. Csak az a baj, mivel egész nap van reggeli. Múltkor képzel, kértem reggelit, és így csak összeszórták az egészet, úgy nézett ki, hogy na mi lesz? Itt van a reggeli. Elég. Úgy normális, látod? Normális állapotban van. Múltkor odaégették, össze-vissza át. Visszavittem volna, csak az volt, hogy ugye hazahoztam megint, és nem akartam már visszamenni. Aztán a legérdekesebb dolog az egész Happy Meal-ben, nem más, mint hoppá, a játék! Ha megnézzük, mi van a játékban, nem a játékban, az zacskóban. Lukasz, gyere, nézzük meg, mi van a zacskóban. Mi? Látod? Mi ez? A hupikék, röpikék. Kivontjuk, megérkezett a Davis is ide. Várjál! Hupikék! Látod? Hupikék, ez kicsoda? Törpilla. Törpapa. És egy... nem tudom mi ez. Ez a házikó. Ez a házikó, látod? Rájöttem, ez a házikó. Bele kellett rakni ezt a valamit a belsőbe, ezt a papírt, és ez a törp házikó. Jó, gyere, megnézzük. Ja, te mondtad neked, én is rájöttem. És itt van a törpilla, meg a törp. Papa. Yes. Ja, házikó, ami még mindig chipset eszünk. Nálatok mi van most a ilyen Happy Meal-ben? Milyen játékot adnak? Ugye, és most jön ki azt, hogy ez a hupikék, törpikék. Általában mindig olyan játékot adnak, ami megy a moziba. Ilyen gyerekfilm, ugye? Ugye, Lukasz? Ja. Mindig ilyen játékot adnak. Úgyhogy mi most nem más csinálunk, mint Lukasz, mit csinálunk? Fogalmam nincs, mit csinálunk. Hazaérkeztünk, és úgy néz ki, mintha jönne az eső, úgyhogy valószínű, hogy nézzünk valamit a tévébe, meg játszunk, attól függ, a Davis hogy fogja magát érezni, ugye? Az a törpapa, az egy a törppilla. Ilyen idő van, látod, jönnek a felhők, ugye hazafelé képzeld el, elkezdett már csöpögni az eső,
és amúgy olyan hideg nincsen. Nem mondtam, hogy 20 fok volt korábban, olyan hideg nincsen, tehát a fölsőt most fel sem kellett venni. De este ugye ilyen tágon, hogy a fölsőt is fel kellett húzni, mert rettentően fújt a szél, hogy ahhoz képest jó idő van. Mit csinál a Davis? Még mindig eszik. Szétszered? Mi? Jaj, te most pakoltam össze, legalábbis próbálkozok fel, a Davis már pakolja ki. Itt az nagy doboz, ebben most van, nem már mindent beletettem, a Davis már pakolja is ki belőle. Úgyhogy eddig tartott a tisztaság, vagy a, na minden. Úgyhogy megint edletlenség lesz. Amúgy semmi érdekeset nem csináltunk, meg nem megebédeltünk, nem is tudom mi volt ez, ilyen délutáni, nem 10 órai, uzsonna, valami olyasmi volt, azt hiszem, amit tettünk. És jelenleg a Lucas bement a szobájába, valamit játszik a számítógépen, a feleségem bent van a fürdőszobába, nem tudom mi csinál, én meg itt vagyok a Davis-szel, és játszunk, meg takarítunk. Még az a baj, hogy én nem tudom, hogy mit csináljunk, hogy kipakoljuk a dobozokat, vagy bepakoljuk a dobozokat, mert nem tudom mi csináljunk. Ahogy elmentem, nem mondtam nektek, de elmentem megnézni ezt a házat ma. Mit? Maszkot? Vegyem fel, én leszek a Batman. Amit ahova tegnap elvezettem, azt házat megnéztem a belülről is, még egyszer. Nézd, én vagyok a Batman. Batman. Megnéztem azt a házat belülről is, most már másodszor egyedül néztem meg, és nem volt a... Au! Bam! Repülnek a labdák. Opa, nem volt a legjobb. Jobb volt, mint az első alkalommal, mikor oda mentem, ugyanis az első alkalommal nem volt a legtisztelben, még laktak benn, egy picit koszos volt, kitakarították, ami nem tetszett a házba, képzeld el, voltak lukak. Volt egy a flaponom, így a ventilátornál lett egy nagyobb luk, a fürdőszobában volt egy sarokban egy luk, nekem tudod mit ott eszembe? Nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, a Tom és Jerry-re. Voltak ilyen lukak, és onnét jön ki az egér, nem tudom, nekem ehhez jutott egyből eszembe, úgy nézett ki a luk, ahol a Jerry szokott lakni. Na minden, a rajzfilmben biztos, hogy emlékeztek rá, úgyhogy, na ne veszek ezt a maszkot, hanem nyomja az orromat meg. Lehet, hogy hülyén nézek ki, amúgy én voltam a Batman. Na minden, ilyen házat nem akarok kivenni, vagy nem akarunk kivenni. Még a végén beköltözünk és lesz egy Jerry-nk vagy kettő, azt másik egy Tomot kell vennünk hozzájuk, és el fognak játszani egymással. Csak labdázunk? Na labdázunk? És nem, hogy véletlen rám másszon, mikor alszok. Rosszabbik esetben, de az egér még elmegy, én nem félek az egértől. Mikor ez a svábbogár, ez a kokkos kijön onnét, na nem, mert oda nem megyünk be, nem költözünk. Úgyhogy várunk, az 5-10-re még mindig várunk, képzeld el. Ugyanis még mindig nem szóltak vissza, a tulajdonos még mindig nyaral. Nem tudom mikor jön vissza. Remélem, hogy visszaér jövő hét szerdáig, és tudatja velünk, hogy mi kaptuk meg! Azt utána meg nem más csinálunk, mint rohanunk. Mert hogyha tudjuk, ugye az utolsó pár napban megtudjuk, gyorsan el kell kezdeni pakolni, hogy gyorsan el tudjunk költözni. Ugyanis most azért nem pakolunk, mert nem tudjuk, hogy mi történik. Ha tudnánk, akkor már most pakolnánk. Úgyhogy ilyen felfordulás van, és nem tudom, engem idegesít, komolyan mondom, engem idegesít. De ez van, majd lesz valami, más nem maradunk. Ugye, Davis? Mit játszunk? Az a lényeg, hogy játszani tudunk, mert a játékok mindig itt vannak. Azok mindig elő lesznek, azért nem kell aggódni. Ugyanis akármikor elpukoljuk, te majd visszakipakolod. Mi? Mi ez ittem? Ez egy ilyen nagy hajó, látod, ilyen anyahajó, és a repülő tud erről felszállni, ez igaz, a Lucas-é volt. És a Davis most ezzel szeret játszani. Na mindegy, úgyhogy mi játszunk tovább. Na, a kamera te. Mi játszunk tovább, itt a Davis-szel. Csak ezt iszok egyet valamit. Iszok valamit egyet, na mindegy. Davis! Halló! Mi a helyzet? Hm? Milyen az orrod? Folyik még? Davis készül aludni, éppen öltözik a pizsamájába, megvacsorázott. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!